nagyon szeretünk piacon játszani. Én egyébként is nagy piacrajongó vagyok, nagyon sok mindent tud meg az ember a piacon, húsokról, zöldségekről. Nagyon gyakran járok piacra, sokszor vásárolok. És egy teljesen más zenélés az, amikor nem koncerten zenél az ember, hanem piacon. Igazából a legjobban azt szeretem benne, hogy a szombat délelőttjét az embereknek vidámabbá tesszük. Szükség van erre. A Nosnakkal az én szerzeményeimet játsszuk, én ezt francia balkán klezmer tangónak hívom. Azért, mert hogy ezekből a zenékből inspirálódtam, amikor a számainkat írtuk, és nagyon sok improvizációval fűszerezzük ezt a zenét, a kompozíciónkat. Kertész Endre a csellistánk, én Mózer Ádám vagyok. Endrében nagyon-nagyon jól tudunk együttműködni ezekben az improvizációkban. Igazából az a helyzet, hogy mindig jól működik. Néha szervezők gondolják azt, hogy mi abszolút réteg műfaj vagyunk. Én nem gondolom azt, hogy réteg műfaj lennénk, pont azért, mert hogy azért a francia chanson, az argentin tangó, meg a klezmer, ezek olyan zenék, amik mindenkinek ismerősek valahonnan, és mindig szeretni szokták. Tehát volt játszottunk Ábrahám-hegyi strandon úgy, hogy a strandközönségnek is 100 ember hallgatta végig, plusz a lemorzsolódó és újra termelődő emberek. Tehát ez egy olyan zene, ami nagyon sok finomságot tartalmaz, meg nyilván a jazzhez való köze és az improvizációhoz való köze egy kevésbé populáris, de én szeretni szokták. Óbudára jártam az Óbudai Zeneiskolába, dudát tanultam és népi furuját, illetve koncerteztem már többször Óbudai Társas Körben. Szóval több helyen megfordultam itt.